Kellett már valaha mentőt hívnod? Akár igen, akár nem a válasz erre a kérdésre. Ebben a szituációban nyújt segítséget az Országos Mentőszolgálat új telefonos alkalmazása. A gyorsabb, egyszerűbb és hatékonyabb folyamat érdekében, magyarázza a videóban a szervezet szóvivője. Itt pedig már megyünk vezető mentőtisztje mutatja be az ingyenes applikációt annak elemeivel, előnyeivel együtt. Az életmentő letöltése után az első lépés a személyes adataink megadása. Különböző egészségügyi információkat lehet még megosztani. Mint például, hogy milyen ismert betegségeink vannak, mire vagyunk allergiásak, vagy hogy milyen gyógyszereket szedünk. Ez a mentőknek adhat komoly mankót, hiszen a riasztáskor megkapják azokat az információkat a betegről, amik már a helyszínre érkezés előtt segítséget nyújthatnak. Tudjuk, hogy mivel állunk szembe, már esetlegesen a hívásfogadás gyakorlatilag az üzenet elküldése után vissza tudjuk hívni ezeket a bajba jutottakat, és instruálni tudjuk, tehát segítséget tudunk nyújtani mindaddig, míg a mentő helyszínre nem érkezik, hogy mi az, amit tehet, vagy mi az, amiben tudunk neki segíteni, hogy esetlegesen az életveszélyt, vagy a maradandó egészségkárosodásokat megakadályozzuk. Eszméletlenségnek, ugye, hogy milyen lépcsői, milyen fokozatai vannak, hogyan épül fel, mik azok a teendők, amiket megtehetünk, mindaddig, míg akár a mentők kiérkezik. Az alkalmazás lépésről lépésre illusztrációkkal színesítve ad iránymutatást az éppen rászorulók számára. Ez a segítség szinte mindenféle baj esetén jól jöhet. Akár balesetek, háztartási balesetek, alapvető elsősegélynyújtási esetekben, legyen az egy égés, legyen az egy vágással történő vérvesztés, vagy különböző élethelyzetekben gyerekek például, hogyha félrenyelnek, tehát légúti idegen test okozta elzáródás esetén, ami amúgy potenciálisan egy életveszélyes állapot. Gyakorlatilag mindenben segítségünkre van ez az applikáció, amely egyébként nagyon konkrét hely meghatározásra képes, így különösen hasznos, ha a beteg mentőt hív, de éppen nem tudja pontosan, hol van. Azt is megtudhatjuk, hol van a legközelebbi gyógyszertár, kórház vagy defibrillátor készülék. Az életmentő több európai országban már egy ideje elérhető, de mindössze néhány hetes hazai története is sikeresnek mondható. A közösségi médiában érkezett sok pozitív visszajelzésen kívül országosan már több esetben is hasznára volt a mentőknek a segítségnyújtásban. A mentőszolgálatnak egyébként Safe City néven néhány éve már működik egy telefonos alkalmazása, míg azonban ez főleg az újraélesztésben, első segélynyújtásban, komplex betegvizsgálatban jártas embereket próbálja megszólítani. Az új applikáció inkább a laikusoknak szól.